Jó napot kívánok mindenkinek, biztonsági őr Sajtóka itthon, és visszatérünk az új munkahelyemre. Ma van a leges-leges munkanapom az ebben a nagyon menő plázában. Ott lesz a lényege, hogy el kell kapnom azokat, akik lopni akarnak a boltból. Nem engedhetjük meg itt a bolti lovásokat, ezért ki kell kérdezni mindenkit. Jó napot kívánok, hölgyem, vett valamit, amit nem fizetett ki. Jó, szerencsére nála nem volt semmi lopótáról. Itt egy táska van a hölgyél. Hoppácska, volt benne valami, nem fizette ki. Akkor gyorsan tartóztassuk le. Hoppá, elővette a bridget, és visszük is be a zárkába. Ha jól tudom, akkor nagyjából a zárkák itt vannak ugye a security roomba, szóval befutunk, és azt a cella egy pár van valaki, én akkor gyorsan bedobom őt a cella 2-be. Kaptam érte $50 a letartóztatásért, és mindjárt szinteket tudok lépni, és a szintet lépek, akkor egyre durvább munkáim lehetnek. Megunom a security-t, akkor tudok én is bűnöző lenni, vagy éppen tudok dolgozni a büfében. Ha csekkoljuk le a gyanús alakokat, oké, itt vannak vásárlások, nem látta, hogy a kasszánál lett volna, szóval gyorsan megkérdezzük azt, hogy kifizette, hölgyem? Jó, kifizette biztos kártyával. Vannak biztonsági kamerák, amiken meg tudjuk figyelni azt, hogy ki hogy viselkedik, és tudjuk nézni azt, hogy valaki gyanús-e. Figyeljétek már, ez baseball ütővel megy, hát mi történt itt? Hát miért jössz baseball ütővel? Teljesen rabló ruhával a plázába. Nos hát, srácok, egyből visszük be a cellájába. Ettől feltűnő módon nem is tudott volna jönni vásárolni. Gyorsan be is visszük ide oldalra, ez nem a miénk, szerintem nekem itt a cellába. Hányan vannak éppen? Oké, kiengedték a többieket, szerencsére van helyünk őt is betenni. De amúgy van egy ilyen öklünk, szóval, ha verekedni kéne, akkor az ellen se fogunk elmenekülni, nem tudunk verekedni. Egyem, önnél mi van? Ő csak azt mondja, csak vásárolni akart volna. Persze, de vásárolni pénzből kell, nem csak elhozzuk a cuccokat. Hát ez egyszerűen hihetetlen, még dél sincsen, és már letartóztattunk 3 embert. Elkezdett az egyik betörő verekedni, hát akkor nekünk gyorsan segíteni a többi biztonsági őrtársunknak. Mi az az, hogy csak gyorsan be akartál vásárolni? Na, vidd a cellába, Frank! Itt egy lövöldöző, srácok egymásra akarnak lőni, akkor gyorsan tartóztassuk le, itt van a pilincs a kezembe. Ez mi? Miért lövöldözik a plázába? Srácok ide, én tudtam, rengetegen segítettek nekem, és még úgy is, hogy pilincs van a keze, úgy is lövöldözik, hát ez aztán milyen hatékony pilincs az, hogy így tudom jönni. Sajnálom, nem direkt volt. Mi az, hogy nem direkt volt? Még mindig lövöldöző. Fél háromban, srácok, és megint fogtam egy ilyen bűnöző ruhás embert, egyszerűen ez a leges legrosszabb álca, legalább normális ruhát venne fel itt a játékon belül, de nem baj, level 2-es lettem, mi történt? Kaptam ez a szintép, és akkor hamarosan level 3-at elérem, és lehet új munkahelyem. Hogy kipróbálom itt a munkák közt, hogy milyen akkor, hogyha boltos vagyok, $75 kapok elméletek 5 percenként, mit kell vajon csinálnom? Hoppáska, ki kell szolgálnom itt a helyen lévő emberek, akik itt jönnek enni? Hölgy, szeretne venni egy hamburgert, a nálunk a legjobb a hamburger, $7 kapok egyetlen egy tranzakciói cserébe, hát az nem a legeslegjobb, önnek is adok gyorsan egy hamburger, meg 3 XP-t, hát úgy tűnik, hogy a rendőrösködés az jobban megy. $814 van, amiből tudok ilyen loadoutot venni magamra, azt a zseblámpát tudok venni 100-ért, tudok rádiót venni 650-ért, paprikasprét 1000-ért. Na jó, nekem szükségem van egy paprikasprére, meg egy lámpára. Ha este is itt kell elinni, srácok, akkor én mindenféleképpen veszek magamnak egy zseblámpát. Meg is krémelek magamnak egy ilyen bandit, szóval tudok gyógyítani magamra, ha véletlen valami van. Fél óra is zárunk. Kizár a bazár, kíváncsi vagyok az, hogy most fog-e írni valamit a játék, az, hogy mi lesz a dolgunk, hazamehetünk-e vagy nem. Bezárt a pláza. Nézzük a betöréseket. Na jó, arra kell figyelni, hogy már is egyből itt a betörő, teszem hiszem, már is itt van egyből a betörő, és meg is tartta magát. Azt hittem, az egy baseball-t van, engem meg akartál, de nem, megadja egyből magát. Bolondság volt megvenni amúgy ezt a zseblámpát, hiszen ha equipelem is, akkor is igazából annyit lehet csinálni, hogy valamennyire világít, de éjszaka egy plázán belül ugyanúgy világos, erre nem számítottam. Feladat az, hogy nézzük a betöréseket, itt van az egyik ajtó, szóval gyorsan lecsekkolom, hogy van itt valaki olyan, akinek nem kérít lenni, oké, szerencsére eddig nincsen. Ja, hogy lekapcsolták belül is a villanyokat. Ojjaj, oké, ez most már sokkal bonyolultabb lesz. Nézzük meg gyorsan a másik kiáltót, itt is teljesen minden rendben van. Igen, szárt kezd csapni, srácok, horror játéka. Itt vagyunk a néhány biztonsági óra a teljesen üres, sötét plázában. L3-nál megnyílik egy újabb terület itt a plázára. Wow, ezt meg kéne csinálni a holnapi napon. Ő vajon mit csinál záró óra után itt? Gyorsan ellenőrizzük, ez az, lopni akart. Ez hihetetlen, vihetem be őt is éjszakára. Igen, gyorsan bementem a boltba és kiszolgáltam a vásárlókat, hiszen ugye reggel jönnek kávé, reggel ilyen mindenféle cuci, szóval megszedtem magam, hogy is most már 1000 fölött járok, nagyon-nagyon király. Nőt még gyorsan bezártuk, hiszen lopni akart magának egy új zipőt a pára. Na, mit tudok venni itt az equipmentek között? Meg tudom venni magának a paprikasprét, let's go, hát ezt mindenki félni fog tőlem. Paprikasprét, el tudom lőni. Wow, most veszem észre, hogy kaptam 3 ajándékot, gyorsan tudok klémelni, plusz 500 dollár, plusz gyorsaságot, azt, hogy gyorsabbat tudja futni, meg még plusz
$1000! Let's go! Hát akkor van $1600, ebből kíváncsi, hogy miket tudunk venni magunknak. De jól láttam, még ugye vannak felszerelések, vannak ilyen mindenféle golyóálló belények, ami nem biztos, hogy egy plázában olyan teljesen szükséges. Csekkőket gyorsan az egész kínálaton. Tudunk venni 3000-ért van egy gumibotot, azt a fegyvereket. Hölgy belógott a moziba úgy az, hogy nem vett mozijét, és ez gyorsan kiderült, és be tudom tenni a cellába, és ezáltal belépek a 3-as szintre. Erre vártam srác, hogy végre föllevelápolja, és tudok újabb munkát szerezni magam. De előtte kaptam egy ajándékot, ami várja már Claymore-tok egy ilyen nagy hátizsákot, amivel meg tudom gyógyítani magamat, meg a többieket, tehát ez tök jó, de nem igazán fogy a HP-t a játékba. Na nézzük meg, hogy mik vannak a csomók. Security Guard most már $75 kapok 5 percenként. Tudok lenni rabló a boltba, és tudok, nem, ezek tudok lenni. Na kipróbálom, milyen rablónak lenni. Ujjaj, micsoda ház vagyok. Azt a tudok fegyvert szerezni magamnak, ilyen mellényt magamra, és akkor elkezdem az indulást be a plázába. Le is jöttem a plázába, és rajta van a rabló, és itt váltkálnak mellettem, sácska, biztonságának. Be kell mennem rendi rekébe, és el kell lopnom egy gyémántot. Ők ebben a cipőboltban, hát itt nem biztos, hogy van nagy sok gyémánt, de mindegy, hogy gyorsan. Ajaj, ajaj, szerintem engem elkaptak. Lefújtak paprikasprével. Hát te srácok, natoké, de mindegy, még van sok HP, szóval elfogom és elrablom. Riasztott minden azt az egész pláza engem kerget. Ujjaj, hát ez nagyon nem oké, de itt a kiárat, srácok, itt a kiárat. Hogyha most engem nem tudnak gyorsan leblincselni, akkor ki tudok szökni. Let's go, sikerült kaptam $100, meg 30 XP-t. Amondó vagyok, hogy most kell nekem menni a plázába, hiszen hát nagyon jó, hogy jöttem, de szerencsére most a többiekkel vannak elfoglalva, mert este van zárási idő, szóval nekem most be kell jönnöm és lopnom kell. Ujjaj, egy új iPhone-t kell lopnom. Hát ez nagyon-nagyon komoly dió, ez nagyon komoly dió. Bejövöm, és gyorsan szílek. Jaj, ne, ott jön, jó, szerencsére azt a másikat nem vesz kézre. Én csak egy gyanútlan vásárló, itt van a sajtaházban, én csak jó ember lehetek. Elméletileg itt ki tudok szökni, és akkor engem sem vesznek észre, hogyha minden jól vagy, akkor itt lesz egy ajtó. Ez az a legsimább lopás, amit csátszik az egész játékon, az egész videón belül, és meg is van újra $100. Opérák ezek a biztonsági örök, már is itt vagyok, most egy festvényt fogok ellopni, szépen. És még lezáródtak a villanyok is. Villany Leo. Ó, senki nem fog elkem észre, gyorsan ezt is ellopom, és már is megyek ki. Hát ez sokkal jobban fizet amúgy, mint a rendőrös dia itt a játékon belül. Nagyon szépen, hogy itt voltatok a mai videóban, voltunk jók, rosszak, és hogyha ti is nyomtok egy lájkot és feliratkoztok, akkor mindenféleképpen jók lesztek a kövi videóban. Talán a csákány.